Legalább hárman életüket vesztették, egy kereskedelmi hajót ért támadásban. Jó reggelt kívánok, ez itt már a Napindító, én Perjési Tamás vagyok. Ez az első olyan alkalom a Vörös-tengeren, a jemeni huszi lázadók részéről, amikor támadtak úgy egy kereskedelmi hajót, hogy vannak tehát már halálos áldozatok is. De hogy mit lehet még tudni erről a támadásról, már is megvitatjuk Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyvezetőjével, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnkkel. Jó reggelt kívánok az uraknak! Demko Attilához pedig fordulok is már így ugye a Skype-on keresztül. Így is jó reggelt kívánok önnek. Mi az, amit lehet biztosan tudni már ezzel a támadással kapcsolatban? A támadás nem a Vörös-tengeren történt, még az Ádeni öbölben, Ádentől 93 kilométerre délre, de a Vörös-tengerre tartott a hajó, Dzsiddába, tehát Szaud-Arábiába tartott a hajó, Kínából vitt árut. Vélhetően görög tulajdonú egyébként, a hutik azt mondták, hogy azért támadták meg, mert amerikai hajó, nincs köze az Egyesült Államokhoz, de köze van ugye a nyugati szövetségi rendszerhez, bár barbadoszi zászló alatt hajózott, és tényleg ez az első olyan támadás, amikor halottak is vannak. Ugye a múlt héten süllyedt el egy hajó a Vörös-tengeren, raboltak el hajót a huszi lázadók, de ilyen még nem volt, hogy halottak is lennének. Ez mindenképpen negatív fejlemény, hiszen növelni fogja vélhetően azoknak a hajóknak a számát, amelyek megkerülik az egész térséget, az egész régiót, Afrikát fogják körbekerülni, ami növeli az árakat. Egyiptom stabilitását csökkenti, hiszen a Szuezi csatornán még kevesebb bevétel lesz, így is nagyon sokat csökkent a bevétel. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon negatív fejlemény, gyakorlatilag minden értelemben egy nagyon negatív fejlemény. Jó reggelt kívánok, Demko úr, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Amire rátapintott ön is, mi lesz ennek most legközelebb majd a hozadéka, hiszen arra, hogy halottak is legyenek, arra még nem volt precedens. Ez tovább szélesíti és eszkalálja ezt a mostani háborús helyzetet a Vörös-tenger térségében, hogy látja ön? Mindenképpen van egy eszkalációs potenciál, hiszen nem csak ez történt, a Vörös-tenger alatt kábelek is sérültek az utóbbi napokban. Tehát a husziknak van még potenciálja arra, hogy roncsanak a helyzeten, és nagyon úgy tűnik, hogy erre is megy az eseménysor. Nem tudjuk, hogy mi a cél, hogy meddig akarnak elmenni, de az biztos, hogy van még potenciál, hiszen lőhetik akár Szaud-Arábiát is, ugye Dzsidda többször is célpont volt az elmúlt években, közvetlenül többet is tehetnek a kábelek ellen, tehát egy vagy két kábel az még nem sérült, meg teljesen elvághatják ezeket a kábeleket, nagyon úgy tűnik, hogy van rá képesség, illetve több hajót találhatnak el, semmisíthetnek meg. Hiába van nyugati jelenlét a Vörös-tengeren is, meg az Ádeni öbölben is, azért a tenger óriási, nem lehetnek mindenhol ott a nyugati hajók, nem tudnak minden hajót megvédeni. Milyen reakcióra számít? Akár lehet, hogy majd ismételten, vagy még súlyosabban támadják a jemeni huszi állásokat, hiszen korábban erre már volt példa a nyugatiak részéről. Igen, tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az Egyesült Államok már mért csapásokat válaszul. Ezek huszi felderítő gépekre mért csapások voltak, de valószínűleg a szárazföldi kilövő pontokra, tehát a balisztikus rakétákat kilövik. Igazából ez az egyetlen egy megoldás, ami lehet, hogy kilövik a rakétát, mielőtt még, tehát kilövik a rakéta állást, mielőtt még az kilőni a rakétát. Tehát ez kell, egy nagyobb felderítés és csapásmérés, hát illetve valamilyen megoldást majd találni kell a palesztin kérdésre, hiszen azért a két dolognak köze van egymáshoz, tehát nem véletlenül kezdődött el ez a huszi támadás sorozat. Hadd jegyezzem meg, a D-vitamin begyűjtése az annak tudható be Demko úrnál, hogy volt, és Szaud-Arábiát már említett, és volt Szaud-Arábiában. Mi Szaud-Arábia hozzáállása ahhoz mérten, ami most történik? Tudjuk, hogy korábban a jemeni elnök, aki elmenekült, és Szaud-Arábiában volt, Szaud-Arábia több arab országgal koalícióban támadta a jemeni huszi lázadókat. Ezzel most viszont úgy tűnik, hogy leálltak, és talán köze lehet annak ahhoz, hogy közeledett egymáshoz Irán, illetve Szaud-Arábia, de valamilyen választ fog adni ezekre a cselekményekre Szaud-Arábia, vagy nem valószínű? Ugye a hajó Dzsiddába tartott, a legnagyobb szaudi kikötőbe a Vörös-tengeren, onnan jöttem vissza egyébként a hétvégén. Azt lehet látni, hogy a szaudiak készülnek támadásokra, hiszen Dzsiddában nem is rejtettem, ott vannak a légvédelmi elhárító ütegek a repülőtér körül, ugye Forma 1-es futam is lesz szerintem, ők igyekeznek elkerülni most a mélyebb belesodródást a háborúba, hiszen nem ezen van a hangsúly.
Ahogy mondtam, a világra való nyitás, azonban a hangsúly Forma 1-es futam, külföldiek koncertjei, tehát nem hiszem, hogy most ez lenne a szaudi cél, hogy mélyebben belekeveredjenek ebbe a háborúba. Nyilván nem jó ez Szaúd-Arábiának, hiszen az ő kikötőjüknek a forgalmát is csökkenti, bár lehet egy pozitívum is egyébként Szaúd-Arábia részére, hiszen nagy olajtermelőként az emelkedő olajár, minden egyes dollár az nagyon sokat jelent a szaudi költségvetésnek. Szerintem a szaudiak tényleg igyekeznek semlegesek lenni, hiszen az utóbbi időben közeledtek Kínához, közeledtek Iránhoz, közeledtek Oroszországhoz, tehát közeledtek a nyugalattal inkább szemben álló blokkhoz, ami nem azt jelenti, hogy nem tartották meg a nyugati kapcsolataikat, hiszen a szaudi haderőnek a túlnyomó része az nyugati fegyverzetű, tehát szükség van a nyugati kapcsolatokra, de nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen egyensúlyozó játékot játszanak a két oldal között, gesztusokat tesznek Kína felé, ugye az iráni szaudi megbékélési folyamat is alapvetően kínai égiszalat ment végbe. Tehát látnunk kell, hogy a nyugat egy erős szövetségesét ebben a régióban, ha nem is elveszítette, de meggyengült ez a szövetség, főleg az amerikai-szaudi szövetség. Ez rendkívül erős volt a hidegháború alatt, sőt még a hidegháború után is. Ez most egyértelműen a gyengülést mutatja. És ugye annak a csúcsa, amelyet ön is említett, a nyitásnak, Forma 1-es futam, koncertek, a 2034-es labdarúgó világbajnokság lenne, amelyet Szaúd-Arábia rendez majd, de ez még persze odébb van. És említett azt, hogy kulcsa lenne ennek a helyzetnek az, hogy rendezzék azt, ami történik a gázévezetben. Most volt ugye egy olyan segélyszállítmány, amely nem is jutott el oda, folyamatosan tárgyalnak arról, hogy tengeri folyósót kellene létesíteni a régióba, oda a gázévezetbe. Hogy látja a helyzet megoldását, mert hogy ez lenne ugye a kulcsa annak is, ami történik a Vörös-tengeren. Mennyire vagyunk ehhez a megoldáshoz közel jelen pillanatban? Rövid távon nem látom, hogy a helyzetet hogy lehet megoldani. Izrael nem tehet mást, mint hogy befejezi a Hamasz elleni hadműveleteket. Ez nyilvánvalóan komoly civil áldozatokkal jár, ami az arab világot felháborítja. A huszikat ugye támadásokra ösztönzi. Nincs jó megoldás, tehát az nem jó megoldás, hogy a Hamasz nem szenved teljes vereséget. Nyilván az se jó, hogy sok a civil áldozat. Ez egy ilyen 22-es csapdája, hogy nem igazán lehet előre lépni. Talán, hogyha sikerül az izraeli műveletet befejezni, utána elindulhat egy tárgyalássorozat arról, hogy milyen tartósabb megoldás legyen, de sajnos annyi most a gyanakvás, a félelem, a sértettség mind a két oldalon, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy be lehet újraindítani a béke folyamatot. És ugye ez például Szaúd-Arábiában is hatással van, hiszen Szaúd-Arábia közel állt már ahhoz, hogy Izraellel kibéküljön. Na most ezt is megakasztotta ez a háború. Tehát én attól tartok, hogy megoldás nincs, remélhetően menedzselhető nagyobb háború nélkül ez a rettenetes krízis. Most ugye a huszik léptek egyet az eszkaláció irányába, több ugye a kábelek és a hajó elleni támadással is, halálos támadással is, azt kell elkerülni, hogy Libanonba eszkalálódjon a kérdés. Tehát inkább azt mondom, hogy nem a megoldás, hanem inkább az eszkaláció elkerülése most a cél, és akkor majd a jövőben talán elindulhatunk egy megoldás irányába. Elkerülhető úgy az eszkaláció abban az esetben, tudjuk, eddig angol száz országok, főleg britek és amerikaiak voltak, amelyek célzott csapásokat, válaszcsapásokat mértek a huszi lázadókra, de közben halljuk azt az Európai Unió szintjéről, hiszen kereskedelmi tekintetben ez az uniónak sem jó, hogy a szuezi csatorna nem úgy átjárható, nem biztonságos a Vörös-tengeri események miatt, hogy kész lenne és kész részt venni egy katonai akció keretében az unió, illetve Olaszország parlamentje talán pont tegnap vagy tegnap előtt szavazta meg, hogy csatlakozik a britekhez, illetve az amerikaiakhoz, hajót küldenek, és szó volt meg görög hajóról is. Ez nem fog mutatni az eszkaláció irányába, ha Európa is ennyire részese lesz ennek a mostani akciósorozatnak? Nem hiszem, hogy ez önmagában eszkalációt jelenteni, hiszen ezek a hajók alapvetően védelmi funkciót töltenek be. Tehát a huszik által kilőtt rakétákat, drónokat lövik le, amelyek ugye megközelítenék, vagy célba vettek egy-egy hajót, egy-egy kereskedelmi hajót. Ugye vannak a britek és az amerikaiak részéről a légi csapások, amelyek kifejezetten Jemen területére, és ugye Jemennek ezt a volt Észak-Jemen területét jó részt a huszik ellenőrzik, tehát ez egy hatalmas terület, ez egy országi terület, de ebben nem európai, tehát hogyha nem európai uniós országok vesznek részt, hanem a két angol száz hatalom. Tehát nem érzem az Európai Uniónak a szerepvállalását negatívnak ebben az esetben.
Ez egy pozitív dolog, hogy oda megyünk, és legalább próbáljuk fenntartani a rendet. Az más kérdés, hogy hosszú távon egy politikai megoldásra van szükség a Palesztina kérdésében, tehát Izrael és Palesztina, tehát a két állami megoldás kérdésében, és egy tartós rendezés kellene az öböl térségében is, hiszen látható, de ez nem csak Európától függ, tehát ez nagyon fontos, vagy nem csak Amerikától függ, hiszen van azért egy másik oldal is, Irán. Tehát, hogy Iránnal hogyan rendezzük a viszonyt. És Iránnak azért vannak olyan ambíciói, amelyek nehezen elfogadhatók, nem csak Európa vagy az Egyesült Államok, nem csak Izrael számára, hanem Szaúd-Arábia számára is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Szaúd-Arábia koronahercege mit mondotta arról, hogy mi lesz akkor, hogyha Iránnak atomfegyvere lesz, azt mondta, hogy akkor Szaúd-Arábia vesz magának atomfegyvert. Most akarjuk ezt? Tehát igazából itt ez egy sokkal bonyolultabb kérdés annál, hogy mi mit szeretnénk, hanem az iráni ambíciók is benne vannak ebben, vagy akár ugye nagyobb képet nézve, akár az oroszokkal és a kínaiakkal folytatott hidegháború is, hiszen ez egy szelete már ennek a nagy hidegháborúnak, minden kapcsolódik mindenhez, az ukrajnai háború is kapcsolódik a közel-keleti konfliktushoz, a közel-keleti konfliktus a Kína emelkedésével kapcsolatos konfliktusokhoz, tehát a dél-kínai tengerhez, Tajvanhoz, tehát ez egy nagyon komplex kérdés, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Globális szinten kéne valahogy rendezni ezeket a viszonyokat, mielőtt még valamelyik térségben nagyon eszkalálódik a háború. Ez egy nagy kirakós része ilyen formán, ez valóban így van, hogy ön is mondta, minden összefügg mindennel, de ha csak azt a részét nézzük, hogy európai szerepvállalás mondjuk többek között mind a gázai vezetet illetően, a palesztin, Hamász és az Izrael közötti harcokat illetően, vagy pedig a Vöröstengerét, meg a migrációt, hogyha még ezt összehozzuk, nagyon sokan attól tartanak, hogy a közel-keleti események és az esetleges európai szerepvállalás az akár terrortámadásokhoz is vezethet Európában. Ezt a részét ön hogyan látja? Ez mindenképpen benne van a pakliban, tehát hogyha európai csapások lennének Jemenre, mondom, egyelőre nem látni azt, hogy az európai hajók egyáltalán nagymértékű csapásokra képesek lennének. Itt azért látni kell, hogy még a britek sem túl sokat tudtak tenni, tehát 90%-a az angol száz légi csapásoknak az Egyesült Államok részéről jött. De mindenképpen benne van a lehetőségek között, hogy a palesztin-izraeli konfliktus, tehát a gázai háború, illetve a vöröstengeri háború, az növeli a terrorveszélyt. Tehát ez nem kétséges, és valószínűleg fogunk is látni terrortámadásokat Nyugat-Európában. Ez ellen folyamatosan küzdenek egyébként a nyugat-európai titkosszolgálatok. Mi azt látjuk csak, amikor kudarcot vallanak, azt nem látjuk, amikor sikeresek. Nagyon sok esetben nem nyilvános, de sikeresen számolnak fel sejteket. Van, amikor nem sikerül nekik, és akkor látjuk a merényletet és a halottakat a nyugat-európai utcákon. Annál sokkal több próbálkozás van, mint amennyi merénylet a végén sikerül. Innen folytatjuk Demko Attilával 8 órától, egyelőre köszönjük szépen, illetve természetesen terítéken majd mindez, ami történt az elmúlt 24 órában az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is, bár ahogyan ugye itt elhangzott, minden-mindennel összefügg, ez egy nagy kirakós, ahogyan Péter is fogalmazott. Emellett érkezik majd hozzánk Szájfó Omár, Migráció Kutatóintézettől még hozzáterítéken a migráció, valamint a Száhelövezet, és ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk. Dunda György, maradjanak velünk továbbra is. Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket, Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal és Perjési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, ez pedig már a napindító. Kezdjük műsorunkat, és ma is első körben a háborúval foglalkozunk, első körben az orosz-ukrán háborúval. Már a német lakosság sem támogatja a Taurus rakétáknak a szállítását Ukrajnába. Egyértelműen ki lehet már jelenteni, hogy Joe Biden kihívója Donald Trump lesz, de Nikki Haley-nek még nem egyértelmű a nyilatkozata ezzel kapcsolatban, mármint a visszalépésével kapcsolatban. És Ukrajna erősíti a védelmi vonalait, ellentámadásra készülhet. Ezeket is átvesszük majd és megkérdezzük Demko Attilától. Aztán pedig terítéken majd a migráció, valamint a Száhelövezet kérdésköre Szájfó Omárral, a Migrációkutatóintézettől.
és majd sem, hogy a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítunk, Dunda György, de akkor kezdjünk is Péterrel. Mi minden történt, még mielőtt megszólítanánk Demko Attilát az elmúlt 24 órában? Igen, a kedves nézőknek a figyelmét, Demko úrnak pedig a türelmét szeretném néhány percereig érni. A hivatalos kijevi, illetve nyugati, továbbá moszkvai forrásokat szeretném elmondani. Az elmúlt 24 óra eseménysorait taglalták. Ukrajna több régióját támadt Oroszország tegnapi nap folyamán drónokkal. Az ukrán légvédelem 42 drónból Kijev közlése szerint 38-at lelőtt és megsemmisített. Elismerték az ukránok azt, hogy energetikai létesítményeket támadtak elsősorban az oroszok, ugyanakkor lakóházakat és más egyéb épületeket, üzleteket is találatért, ennek következtében pedig vannak halálos áldozatok. Az orosz védelmi tárca közben arról számolt be, hogy lelőttek egy francia gyártmányú Hammer irányítható légi bombát, és az ukrán hadsereg emellett elveszítette továbbá harmadik Abrams amerikai típusú harckocsiját, és úgy kérkedtek, úgy fogalmaztak Moszkvában a beszámoló szerint, hogy egy T-72B3 tank egyetlen lövéssel tette üzemképtelenné az amerikai csoda Abrams harckocsit. Az orosz tárca, a védelmi tárca közlése szerint a Kupjanszki, a Donyec környéki, az Avgyívkai, a Donyecki régió déli részén húzódó frontszakaszon voltak ukrán kísérletek, ellentámadások, amelyeket ugyanakkor az orosz erők meghiúsítottak és elhárítottak. Az elmúlt napban az orosz védelmi tárca közlése szerint több mint 1100 katonát veszítettek. Az ukránok a legtöbbet, csak nem 500 főt Avgyívka körzetében vívott harcokban, ott estek el, vagy sebesültek meg súlyosan, ez tehát moszkvai hír. Ramzan Kadirov, csecsen vezető, aki az oroszok oldalán harcol, az Ahmet alakulat kapcsán azt mondta, Bilohorivkában elfoglalták csapataikkal egy krétagyárat, és most a mellette lévő bányában folynak a harcok. Az orosz erők pedig megerősítették, és elismerték, hogy valóban csapás mértek a dél-ukrajnai Odessa város kikötőjének infrastruktúrájára, bocsánat, ahol 5 helyi lakos életét vesztette. Az orosz hadsereg azt mondta ugyanak, hogy precíziós rakétacsapás mért egy hangár az Odessa ipari kikötőben, ahol személyzet nélküli hajókat készítettek elő bevetésre az ukránok. Ezzel egyidejűleg, ahogy ez már sajnos mindennapossá vált, az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek, illetve az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek tüzérségi ukrán drón támadásokat. Denis Mihály ukrán miniszterelnöke közben azt mondta, több mint 150 durva szabálysértést észleltek és jegyeztek fel a zaporizsiai atomerőműben azóta, hogy több mint 2 évvel ezt megelőzően az orosz csapatok elfoglalták Európa legnagyobb nukleáris létesítményét. Moszkva pedig arról számolt be, az európai diplomaták, akik a közelmúltban lemondtak egy fontos találkozót az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval, választ vár arra, hogy pontosan ez miért is történt. Lavrov, az orosz külügyminiszter hétfőn közölt, hogy személyesen kívánta volna az Európai Uniós nagyköveteket eltanácsolni attól, hogy országaik megpróbáljanak beavatkozni a közelgő orosz elnök választásba, azonban a megbeszélést megelőzően 2 nappal lemondták ezt a találkozót a nyugati partnerek. Ukrajna közben azt is bejelentette, hogy kész elfogadni a kereskedelmi korlátozásokat az Európai Unióval, annak érdekében, hogy eloszlassa a közte, illetve Lengyelország között kialakult politikai vitát. Ez jelentős mértékben az ukrán gabonadömpingre és egyéb ukrán termékeknek a unió területére történő behozatalára vonatkozik. Ugyanakkor azt is megerősítette Kijev, hogy azt kéri az uniótól, hogy tiltsa be az orosz gabonának a behozatalát a közösség tagállamaiba. És akkor a végére még egy hír, egy érdekesség. Hollandiában a menekült státuszt kapott és már munkává állt ukránok. Havonta mintegy 350 euróval kell, hogy hozzájáruljanak saját maguk ellátásuknak a költségeihez. Ez pedig már az igazság és belbiztonságért felelős államtitkár mondta Hollandiában. Ez a gyakorlat még nem vált be, de több országban gondolkodnak ezen, mert ott túlságosan költséges a menekültek mellett az ukrán menekülteknek is az ellátása. És akkor visszakanyarodok, és köszöntöm ismételten Demko úrat. Jó reggelt! Onnan szeretném önnel folytatni ezt a témát, amit csak egyelőre megpendítettünk korábban, de fontos hatása lett az orosz-ukrán háborúra. 2 szempontot mondanék. Nikki Haley visszalépett, marad Donald Trump a republikánusok jelöltségében, illetve a versenyben az elnöki posztért, illetve úgy tűnik, hogy Joe Biden megismétlődik az, ami 4 évvel ezt megelőzően, és Nikki Haley nem volt egyértelmű azzal a kapcsolatban, hogy az ő híveit támogassák, vagy ne támogassák Donald Trumpot. Ami viszont biztos, hogy visszavonul a politikai élettől
az a fontos személy, aki eddig az Egyesült Államok szempontjából meghatározó volt, és az orosz-ukrán háborúban is annak kirobbanásában fontos szerepe van, egy ukrán származású hölgyről van szó. Ez a kettő mennyire befolyásolja az orosz-ukrán eseményeket? Ezt szeretném öntől kérdezni, hogy látja ön most per pillanatban? Ezt nem tudjuk, hogy Viktória Nuland az teljesen visszavonul-e, illetve az a megközelítés, ugye ez alapvetően az a neokonzervatív megközelítés az Egyesült Államokban, ez változik-e, és a realizmus kerül-e előtérbe. Ugye az elmúlt évtizedek háborúinak az egyik fő drivere az ez a neokonzervatív gondolkodás volt, hogy a világ megváltoztatható, a demokráciák terjeszthetők, ugye Irak, Afganisztán, próbálkoztak Szíriában is, Líbiában is, gyakorlatilag mindenhol ezek inkább rosszabb eredményeket hoztak, mint a megelőző egyébként nem túl jó állapot, hiszen rettenetes diktatúrák voltak ezekben az országokban, de még rosszabb lett az eredmény. Tehát Viktória Nuland ennek a politikának a jelképe, de nem biztos, hogy azzal, hogy lemondott, ez a politika megváltozik, vagy eltűnik az Egyesült Államokból. Az biztos, hogy Trump ennek a politikának az ellensúlya. Tehát ő inkább egy üzleti megközelítést hozott a világpolitikába, egy egyezzünk meg megközelítést hozott, és ez lehet pozitív hatással akár az orosz-ukrán háborúra is, de azt azért nem várom, hogy pár nap alatt, vagy akár pár hét alatt egy Trump elnökség megoldaná ezeket a problémákat, hiszen sokkal mélyebb dolgokról van szó, a világrend kérdéseiről is van szó, nem csak Ukrajnáról vagy Gázáról. Tehát a fő törésvonal az ráadásul az Kína és az Egyesült Államok között van, és ott azért a republikánusoknak a jobbszárnya is elég erőteljesen kiáll a Kínával szembeni fellépés mellett. Tehát ez egy bonyolultabb kérdéskör. Én pozitívnak látom, hogy Viktória Nuland távozik a Biden adminisztrációból, de szeretném látni, hogy ez a szerintem irracionális és hitalapú gondolkodás megváltozzon nem csak az USA-ban, hanem Európában is, hiszen nyilván papíron ez egy nagyon szép gondolat, ugye a liberális demokrácia világszerte történő elterjesztése, de a gyakorlatban ez rettenetes problémákat okozott. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen a Biden adminisztráció fogja meghatározni az ukrajna politikát januárig, ugye novemberig biztosan, utána majd meglátjuk, hogy ki az új amerikai elnök, azt is meglátjuk, hogy Amerikában lesz-e bármilyen belső instabilitás az elnökválasztás miatt, hiszen láttuk 4 évvel ezelőtt, hogy azért a kapitolium ostroma, egymásnak feszültek a demokraták és a republikánusok hosszú hónapokon, hát ez is elvonhatja a figyelmet Ukrajnáról vagy más krízisrégiókról. Tehát majd meglátjuk, én azt gondolom, hogy addig az amerikai politika változatlan maradt, támogatni fogja mindenképpen Ukrajnát. Az más kérdés, hogy a republikánusok a kongresszusba rávehetők-e a 60 milliárdos segélynek a megszavazására, rendkívüli nyomás van most a republikánus frakciónak a jobbszárnyán, majd kiderül, hogy napirendre veszik-e ezt a támogatási kérdést vagy ügyet. Akkor folytassuk ezzel, amit ön is említett. Ugye itt valóban a republikánus párt sem egységes ebben a kérdéskörben, illetve vannak olyanok, akik már megpendítették, és többet beszélünk erről mi is, hogy mennyire akarja támogatni Ukrajnát az Egyesült Államok. Egyáltalán annak mondjuk lehet-e belpolitikai szempontból hátránya, hogyha mondjuk ez a csomag, amelyet ön is említett, amely Ukrajnát 60 milliárd dollárral támogatná, de emellett benne van ugye Izrael támogatása, a Tajván kérdésköre, gázai humanitárius segély is, de ebben most épp nincs benne a határkérdés, ami talán a fő törésvonal egyébként a demokraták és a republikánusok között, hogy mennyire szeretné ezt mindenáron még a választásokig áttolni Joe Biden és a kormányzat, ugye azt mondják, hogy igen, lehet-e akár ennek belpolitikai hátránya, illetve a republikánusoknál ez a megosztottság, ez valóban nagyon érdekessé teheti ezt a kérdéskört, hogy egyetem majd szavaznak-e erről, ugye a republikánus pártból van a képviselőház elnöke Mike Johnson, aki egyelőre úgy néz ki, hogy nem is szeretné, hogy szavazzanak erről ott a képviselőházban. Mindenképpen rendkívül bonyolult az amerikai belpolitikai helyzet, és még finoman fogalmaztam, hiszen egyébként nem csak a republikánusok megosztottak. Tehát van egy fővonalbeli republikánus gondolkodás, főleg a szenátusra jellemző, a szenátusi republikánusokra, ami egyébként nem áll távol a Biden-féle centrista demokratáktól, tehát itt
itt nem a törésvonal az nem itt van, hanem a demokrata párton belül, meg a republikánus párton belül. Ugye a demokrata párton belül van egy szélső baloldali progresszív platform, ami nagyon élesen támadja Bidennek az Izrael politikáját, tehát ott is van egy meghasonlás, illetve a keményebb jobb oldal az abszolút úgy érzi, hogy az Egyesült Államok ostrom alatt áll ugye délről a migrációs hullám által, és ugye, hogyha megnézzük a számokat, amik egészen elképesztőek, még az amerikai méretekhez képest is, tehát az Egyesült Államok azért mégiscsak egy 340 milliót közelítő ország, de ehhez képest is hatalmasak a számok, tehát ez egy valódi krízis van. És nagyon sokan az Egyesült Államokban úgy érzik, hogy a világ túlsó felén foglalkoznak több 10 milliárd dollárt, vagy 60 milliárdot elköltve, ugye Ukrajnában, vagy most már, hogyha megnézzük, akkor jóval 100 milliárd fölött lenne az összköltés, miközben délről jön be a tömeg, ami destabilizálja már egyes, főleg a déli államokat. Ugye itt volt egy nagyon súlyos konfliktus is Texas és a szövetségi kormányzat között ennek kapcsán. Ugye 25 republikánus állam megtámogatta Texast, az egészen rossz emlékeket keltett fel ugye az 1860-as évek közepéről, egy ilyen jelenség. Tehát itt nagyon-nagyon mélyek az ellentétek. Az amerikai átlagember az nem érzi azt, hogy Ukrajna számára létfontosságú lenne, azt viszont érzi, hogy a határvédelme létfontosságú. És itt látható az, hogy az elitek egy része, és ez a republikánus fővonalbeli elitre is jellemző, illetve a demokratákra is jellemző, elszakadt az embereknek a világ érzékelésétől, a percepciójától, míg Trump azt mondja, amit az emberek gondolnak, hogy ennek véget kell vetni, Amerika nem tudja továbbra is évente sok millió menekültet, migránst befogadni, hiszen ez a saját gazdaságának, és főleg a közép és az alsó középosztálynak árt. Mert ugye az eliteknek kevésbé árt, hogyha olcsón nyírja le valaki a füvet, de annak, aki lenyírná a füvet, és amerikai polgár, annak bizony árt. Tehát ez nem igaz, ugye azt mondják, hogy a migráció az win-win, hát az elitek számára ez lehet, hogy pozitív, meg a bejövők számára pozitív, de a középosztály, alsó középosztály számára nem. Tehát ezt látjuk, ezt a törést látjuk az Egyesült Államokban, a középosztálynak a lesüllyedését, az ebből eredő frusztrációt, és Trump találta meg leginkább ezt a hangot, és ezért tudik úgy, hogy ő lesz a, sőt, gyakorlatilag biztos, hogy ő lesz a republikánus jelölt, nem a centristább Nikki Haley, és egyébként a számok azt mutatják, hogy Biden előtt van sok kulcsállamban, tehát jó eséllyel tud nyerni, bár még sok víz lefolyik a Potomacen addig, tehát sok minden történhet, meg hát nyilván Trump ellen rendkívül sok jogi eljárás folyik, ami megint csak egy erős kérdés, hogy folynának ezek a jogi eljárások, hogyha nem próbálna újra elnök lenni. Jó reggelt kívánok, Damko úr! Én rátérnék Ukrajna kérdésére. Ugyanis Oleksandr Pavlyuk, az ukrán fegyveres erők altábornagya most elmondta egy televíziós adásban, hogy az elsődleges céljuk és az elsődleges feladatuk az a frontvonalnak a stabilizálása. Ezzel együtt már lehet arról olvasni és lehet arról hallani, hogy Ukrajna egy ellentámadásra készülhet az idei évben. Nyilván ez az ellentámadás nagyon sokban függ, ugye például az amerikai támogatottságról, amiről most itt az előbb beszéltünk, illetve amit most az előbb taglaltunk, de hogyan is tud Ukrajna egy ellentámadást elindítani, illetve mikorra várható ez az ellentámadást? Imáron ugye tudjuk, hogy nem ez az első, és mindig általában tavaszra szokták ezeket az ellentámadásokat időzíteni. Én nem látom reálisnak, hogy Ukrajna nagyméretű ellentámadást folytasson 2024-ben, hiszen védeni is alig tudja az Avdiivkánál áttört frontot. Ugye Avdiivkánál az oroszok pár nap alatt több mint 100 négyzetkilométert szálltak, megfoglaltak el, és most nagyon úgy tűnik, hogy az első védelmi vonalát már áttörték az ukránok a Kavdívka után, és egy második három faluból álló védelmi vonalba ékelődtek be. Itt vannak ukrán ellentámadások, tehát lehet, hogy erről lehet szó. Ukrajna bevetette a legjobb alakulatait, hogy betömjék a fronton ütött rést. A 47. gépesített dandár az egy kiváló ukrán alakulat. Részben megállította az oroszokat, ugye komoly veszteségekkel, a három Abrams elvesztése is ennek köszönhető. Én nem látom ezt, tehát már nyugati források is hozzák, hogy nagyon komolyak az ukrán veszteségek, az oroszok felkészültsége az nagyon más, mint 2022-ben, de akár 2023-ban. Tehát a drónok terén fölénybe vannak az oroszok, tüzérségi lőszer terén egyértelmű, ugye ez részben azért is van, mert Amerikából nem jön,
vagy nem annyi segítség jön. Európa meg nem tud annyit adni, ugye Zelenszky elnök is felhívta a figyelmet, hogy egy harmadát adta Európa az ígértnek. Ez egyébként látható volt már akkor, amikor Borrell úr megígérte ezt, hogy ezt nem fogja tudni tartani Európa. Tehát én nem tartom ezt reálisnak, nem látok semmi olyan pontot, helyet, ahol Ukrajna egy a tavaly nyárihoz hasonló méretű nagy ellentámadásra lenne képes. Lokális taktikai ellenlökések azok mindig vannak egy védekező háborúban is, és látható, hogy tud sikereket elérni Ukrajna, hiszen Robotinét visszafoglalták, ugye ez a zaporizsiai front, tehát sikeres tud lenni Ukrajna. Igazából a kérdés az, hogy van-e erő arra, hogy stabilizálják a frontot, mert a sikerek, a helyi lokális sikerek ellenére az oroszok mennek előre szinte minden ponton, egy-egy falut foglalnak el, tehát nem történt meg, az oroszok nem tudtak áttörni mélységbe Pokrosz felé, ugyanúgy úgy tűnik, hogy ez az egyik fő vonal, de ez azért van, mert az egyik legjobb dandárt, illetve a harmadik roham dandár, ami az Azov, és az önök videóin is egyébként az Azov videói voltak az előbb. Tehát ez a két elit alakulat azért nagyon sokat tett azért, hogy betömje a 110-es dandár kivonásával ütött rést, illetve Avdiivka LST-vel ütött rést. Tehát nem tartom ezt valószínűnek, hogy 2024-ben nagy ukrán ellentámadás lesz. Ugye az ellentámadás az nagyban függhet attól is, hogy például akár eldől a németországi Taurus, tehát a Németországból esetlegesen küldhető Taurus rakétáknak a kérdése. Egyébként a lakosság sem támogatja ezeknek a rakétáknak a küldését Ukrajnába. De beszéljünk Emmanuel Macronnak azon kijelentéséről, miszerint nyugati katonákat, nyugati csapatot szeretne küldeni Ukrajnában. Ezt egyébként már Amerika is ellenzi, ezt a döntést, vagy ezt az esetleges ötletet. Miből fakadhat a francia elnöknek ez a fajta kijelentése, amit szerintem ebben a helyzetben rendkívül túlzónak találok, és a hírekben már azt lehet olvasni, hogy tulajdonképpen burkoltan erőlteti a francia elnök gyakorlatilag a harmadik világháborút. Én azt nem mondanám, hogy erőltetni a francia elnök a harmadik világháborút, de az biztos, hogy rendkívül sértettek a franciák Oroszországgal kapcsolatban, hiszen az oroszok Afrikában számos francia pozícióban nyomultak be az elmúlt hónapokban, években, ugye Nigerbe, Maliba. Tehát az orosz behatolás, amit részben a Wagner csoport végzett el, az kiszorította a franciákat fontos pozícióból, tehát az afrikai francia sértettségnek legalább annyi szerepe van ebben, mint bármi másnak, tehát mint ukrajnai helyzetnek ebben a kijelentésben szerintem, és nem érzem azt, hogy ezt azért nagyon olyan értelemben komolyan kéne venni, hogy Franciaország lenne az, ami nagy méretekben tesz majd alakulatokat Ukrajnába. Franciaország, hogyha megnézzük, nincs benne az első négy országba, ami segíti Ukrajnát. Tehát Franciaország többet beszél, mint amennyit tesz. Az első ugye az Egyesült Államok, utána jön Németország, utána Anglia, utána skandináv országok. Tehát a Franciaország sokat beszél, például elmondták, hogy harckocsit küldenek Ukrajnába, ők az elsők, hát sok mindent küldtek, csak nem harckocsit, az már nincs is a fronton, az a felderítő jármű, amit oda küldtek. Nem azt mondom, hogy nincsenek fontos francia adományok Ukrajna számára, hiszen a Cézár önjáró löveg az egy kiváló eszköz, vagy a Scalp, ugye a Storm Shadow-nak a francia változata egy kiváló eszköz, de én a franciáknál sokkal inkább retorikát látok, mint lényeget, valójában pedig a nyugati katonák ott vannak Ukrajnába. Most is. Tehát azt lehet, hogy levetették az egyenruhát, hogy kontraktor. A német beszélgetésben egyébként vannak erre célzások, hogy amerikai akcentusú civil ruhások rohangálnak az ukrán vezérkarnak a folyosóin. Ugye ez effektíve benne van a német vezérkar tisztjei közti beszélgetésben, de az, hogy egy új szintre emelnék a szerepvállalást, és pont Franciaország, azt azért kétlem. Majd meglátjuk, azért nem teljesen jogtalan az aggodalom, hiszen több más ország is erőlteti ezt, de én örömmel hallottam azért, hogy Németország, az Egyesült Államok, meg más fontos országok ezt elutasították. Sőt, talán az is árulkodó volt, amit mondott Olaf Scholz német kancellár, hogy már csak azért sem küldenek Taurus rakétákat Ukrajnába, mert hogy ahhoz kellene küldeni akkor német személyzetet is, már pedig ugye vannak ott olyan rakéták, amelyekre ön is utalt, a Storm Shadow-ra például, tehát jó esélye, hogyha a Taurusokat kell működtetni mondjuk német személyzetnek, akkor más rakétákat is jó eséllyel kellhet működtetni nyugati személyzetnek. Egy másik kérdés ezzel kapcsolatban, ugye, hogy milyen képessége van egyáltalán Ukrajnának, vagy milyen képessége lehet.
Mi van a hátországgal? Gondolok itt arra, ugye, hogy pont Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkár arról beszélt, hogy bár érezhető a fáradtság az ukránokon is, és ugye ezzel kapcsolatban van egy friss felmérés is, ezzel majd Dunda György tudósítónk foglalkozik, hogy hogyan áll jelen pillanatban az ukrán társadalom magához a háborúhoz, mennyiben engedne már, hogy inkább legyen vége, és akár adjanak föl területeket, legyen kompromisszum. De ugye így fogalmazott Danilov, hogy a fáradtság és a rabszolgaság között kell választani. Tehát ez megint ugye emeli a tétet olyan szempontból, hogy lehet, hogy fáradt a nép, de hogyha viszont belefárad és kompromisszumokra kényszerül és enged, akkor viszont ő ugye úgy fogalmaz, hogy rabszolgája lesz Ukrajna Oroszországnak. A hátország az milyen jelen pillanatban, a hátország hozzáállása ehhez a háborúhoz? A hátországban a remény jól észt eltűnt a győzelemre. Tehát ezt érzékelem ukrán kapcsolataim révén én is, hogy az a remény, ami tényleg megvolt 23 tavaszán, az eltűnt. Tehát nem gondolja senki azt, hogy egy új nagy ellentámadással majd felszabadítják az elfoglalt területeket, de megvan még az a determináció, az akarat, hogy ne adják föl. Tehát ez még a többségi vélemény, de azért sokkal többen vannak, akik készek lennének kompromisszumokra. Az biztos, hogy Oroszország olyan békét nem ad Ukrajnának, ami ne korlátozna nagyon súlyos mértékben Ukrajna szuverenitását, tehát a NATO-EU tagság terén, Ukrajna hadseregének mérete terén, Ukrajna belpolitikai viszonyai terén, illetve hát a területi vesztességek. Tehát Oroszország nem kínál valami jó békét Ukrajnának, amit örömmel el lehetne fogadni. Az más kérdés, hogy előállhat olyan helyzet, hogy a kényszer fog dönteni, tehát választani kell a további megsemmisülés, a további területveszteség, vagy egy kompromisszum között. Ezt majd meglátjuk. Szerintem ez még nagyon távol van, hiszen ehhez kell majd az Egyesült Államok is. De Oroszország átnéz Ukrajna fölött. Itt nem egy orosz-ukrán megállapodás lesz egy nap, ha lesz valami, hanem valamilyen amerikai-orosz háttér megállapodás. Tehát Oroszország nem gondolja, hogy Ukrajnával tárgyal, Oroszország azt gondolja, hogy nyugattal tárgyal. Nincsen jó megoldás már Ukrajna számára. Itt rossz és rosszabb megoldások vannak. Én innen nem is szoktam nekik tanácsot adni, én azt mondom, hogy én nem tudom, hogy mi a megoldás, amikor ukrán kollégákkal beszélek. Egyszerűen rossz és rosszabb lehetőségek vannak ukrán szemszögből. Tisztelettel kérem, de akkor másfél percünk maradt, ehhez mérten kérem, hogy válaszoljon. Nagyon fontos az, és sokan emlegetik azt, hogy a koreai félszigeten, amikor az 50-es években megmerevettek az arcvonalak, azok képezik talán mai napig is, ugye kimondhatjuk a határt. Elképzelhető egy ilyen verzió, és akár Ukrajna esetében a most elfoglalt orosz területek és a megmaradt ukrán területek között? Elképzelhető, csak nem lesz egy független, vagy félfüggetlen Észak-Korea, tehát nem lesz egy Novorosszia, hanem Oroszország ugye annektálta ezeket a területeket, de lehet, hogy ez befagy 50-70 évre. Hát ugye 1953 óta tart a háború, vagy azóta is tart a háború Észak- és Dél-Korea között, meg a Nyugat- és Észak-Korea között. Lehet, hogy ez a megoldás, és most idézőjelbe tettem a megoldást, nem megoldás, ez sem, ez szörnyű. De mi a másik verzió? Az, hogy folytatódik ez a háború addig, amíg Ukrajna teljesen elpusztul. Tehát én őszintén nem látom azt, hogy mi itt a megoldás. Demko Attilának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és elmondta ezeket nekünk. Mi pedig egy pár perc szünetet tartunk. Szájfón már vezető kutatóval foglaljuk a Migráció Kutató Intézetből. A migráció kérdése lesz elsődleges témánk, úgyhogy a szünet után is maradjanak velünk. És ez itt továbbra is a napindító. Szeretettel köszöntjük Önöket, Árendás Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, és szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Szájfómert, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarország a menekültek ellátásában, a mezőgazdaság talpraállításában és az egészségügy működtetésében ígért segítséget a nyugat-száheli országnak. Kezdjük talán szerintem, hogy ez az egész száheli övezet ez miből áll, csak egy példa. Csád például egy 17 milliós terület, és az világ egyik legszegényebb országa gyakorlatilag. De akkor a száheli övezetről kezdjük az elején. Miből is áll a száheli övezet pontosan? A száheli övezet gyakorlatilag egy 15 országból álló öv, ami a Szahara déli részén kelet-nyugat irányba szeli át Afrikát. Ahogy ön is mondta, itt valóban a föld legszegényebb országai vannak. Most 80 millió a lakossága ennek a 15 országnak, de 2050-re becslések szerint már 200 millióra fog rúgni. Amit pedig látunk a száheli övezetben, az egy klasszikus Káin és Ábel történet. Nyilván minden országban más a helyi kontextus, mások a viszonyok, de van egy állandó
tandósult toposzos probléma, mégpedig az, hogy a jellemzően az adott országok, ez elmondható Csádról, Szudánról, szinte bármely országról, az adott országok északi részén élő jellemzően nomád állattenyésztők, akik etnikailag sok esetben arabokkal keveredtek, általában a klimatikus változások és a legelőhelyeknek az erodálódása miatt délre kényszerülnek, ott pedig összeütközésbe kerülnek a tőlük etnikailag jellemzően különböző, olykor vallásilag is különböző, sok esetben bantu gyökerű népekkel, és emiatt konfliktusok alakulnak ki, amit mi a távolból sokszor ideológiai, vallási alapon próbálunk meg interpretálni, de gyakorlatilag arról van szó, hogy szűkül az élettere nagy számú embernek ebben az övezetben, és olyan problémák alakultak ki, amiknek a leküzdésére a helyi politikai erőknek nincs meg az eszköze, vagy ha megvan, az olyan módszerekkel történik, ami finoman szólva nem EU-konform. Beszéltünk itt adás előtt azt megelőzően, hogy Magyarország aktív szerepet próbál vállalni pont Csád esetében, hogy megsegítse ezt a térséget, illetve ennek a térségnek ezt az országát. Ez fontos nagyon sok szempontból. Csepp a tengerben, ahogy adás előtt fogalmazott, mert valóban a nagyobb országoknak talán jobban ki kéne venni a részüket ebből, mert hogy ennek van egy megelőző funkciója is, és itt viszont tényleg érezhető az a kormányzati álláspont, hogy a problémát kell helyben kezelni, ott megoldani, ott segíteni, nem pedig transportálni, idehozni ezt a problémát, amivel látjuk, hogy 2015 óta a kezeletlen migrációs válsággal napi szinten kell, hogy szembesüljünk. Miért fontos a magyar szerepvállalás ebben? Ön is mondta, valóban csepp a tengerben, de nagyon fontos szerepvállalás. Látjuk azt, hogy mint ahogy máshol a világon, így Afrikában sincs vákum. Tehát amikor az európai hatalmaknak, akiknek történelmileg jellemzően erős a pozíciójuk a régióban, veszítenek az állásaikból, lesznek más hatalmak, például Kína, Oroszország, aki azonnal betölti ezt. Az elmúlt 5 évben volt 7 puccs a Száhelövezet különböző országaiban, és azt láttuk, hogy Franciaország, ami hagyományosan legalábbis a nyugat-afrikai régióban jelen van, elvesztette például Malit, elvesztette Burkina Fasót, és Csád esetében is fennáll ennek a veszélye. Nézhetjük persze cinikusan az eseményeket, és mondhatjuk azt, hogy hát a volt gyarmatosítók megérdemlik azt, hogy egy más potens gyarmatosító kiszorítsa onnan őket, de ne felejtsük el, hogy sem Kínának, sem Oroszországnak nem áll érdekében az, hogy fellépjen adott esetben a migrációval szemben, sőt, annak is fennáll a veszélye, hogy egy összetettebb konfliktus esetén ezt a nyomás gyakorlására használhatják fel Európa irányába. Tehát nagyon fontos az, hogy Magyarország egyébként egyeztetve a franciákkal, akik 1500 katonával vannak jelen, és hagyományosan befolyással bírnak az ottani politikai elitre is, hogy jelen legyünk ebben a térségben, és próbáljuk meg az aktuálisan regnáló hatalmat segíteni abban, hogy megőrizze a pozícióit, és egyáltalán legyen kivel tárgyalnia Európának, hiszen azt látjuk, hogy ha a mostani kormányzat Csádban elveszíti a szerepét, a pozícióját, van 50 lázadócsoport, ebből van hozzávetőleg 4 nagyobb lázadócsoport, és egyik vezetőjének sincs meg a telefonszáma Párizsból, tehát nem tudják őket felhívni, nem úgy, mint Mohamed Deby elnököt, aki partnere Európának. Beszéljünk a migráció kérdéséről. Itt most csak részben az ukrajnai-orosz katonai agressziót követő globális élelmezési válság eredményeként 2023-ra 2,1 millió ember szenvedett akut élelmezés bizonytalanságban, miközben a teljes lakosság 40%-a élt a szegénységi küszöb alatt. Az elmúlt 11 hónapban is már több mint 500 000 menekült érkezett vagy haladt, tehát ugye ezen a nyugat-szaheli övezeten. Hogyan alakult a migráció, mennyire befolyásolta a migráció kérdését egyébként az orosz-ukrán háború? Nagyban befolyásolta azokat a közvetett okokat, amik befolyásolják a migrációt, de nem csak a Száhelövezetben, hanem gyakorlatilag egész Észak-Afrikában és az egész Közel-Keleten, hiszen azt látjuk, hogy az élelmiszeráraknak az elszabadulása nagyon nehéz helyzetbe hozta azokat a rezsimeket, most gondolok elsősorban Észak-Afrikára és a közel-keleti országokra, amelyek a pozíciójukat, a társadalmi támogatottságukat onnan is szerzik, hogy mesterségesen, államilag támogatva alacsonyan tartják az alapvető élelmiszereknek az árát. Mivel ezt nem tudják már megtenni, emelkedett az élelmiszerár, ezáltal nőtt a migrációs kedv is, hiszen általában a gazdasági helyzet romlott ezekben az országokban, és azt látjuk, hogy az Európai Unió az elmúlt években, mivel a
az uniós és egyes országokkal kötött megállapodások kevésbé működnek flottul. Azt látjuk, hogy két bilaterális megállapodásokon belül Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Németország is próbál megállapodásokat kötni az észak-afrikai kormányokkal, hogy úgynevezett határőrrezsimekként működjenek, megakadályozva egyrészt a saját polgáraiknak az Európába indulását, itt elsősorban Tunéziára gondolok, illetve Marokkóra, másrészt megakadályozandó azt, hogy azok a szubszaharai Afrikából érkezők, akik szeretnének Európába jutni, áthaladjanak a területükön. Igen, csak ez hozzátartozik az, és kérem javítsunk, hogyha rosszul látom, azért az az arab tavasz, ami a 2010-es évek elején volt, egy szándékos külső nyugati nyomásnak köszönhetően, az előkészítette, megállított a terep szintjén annak a migrációnak, amelyet 15 óta aztán folyamatosan szembesülünk. Nem csak olyan válságok alakultak egyes országokban, amiket nem lehet kezelni, ez nyilván a meleg ágya után az emberkereskedelemnek és az embercsempészetek migrációnak, és ebbe beszálltak már az NGO hajók is, amelyeket ugyanakkor pont az Európai Unió támogat, magyar szemmel ez nem jó, és gyakorlatilag taxisztatják át, hajóztatják most már a menekülteket, többségében már részben a Száhel övezetből is, ide Európába. Igen, itt minden nemzetállam Európában máshogy áll a kérdéshez. Látjuk, hogy Olaszországban a Meloni kormány szigorú törvényeket hozott annak érdekében, hogy ennek elejét vegye. Ugyanakkor például Spanyolország kapcsán pont mást látunk. Azt látjuk, hogy a félautonóm Kanári-szigetekre érkeznek immár egyre nagyobb számban illegális migránsok, hiszen itt 100 kilométerről beszélünk, ami Afrika partjaitól, és ezáltal tehát az Európai Unió területétől választja el a migránsokat, és éppen azért, hogy ne legyen a félautonóm terület vezetőségével és társadalmával feszültség, a madridi kormány gyakorlatilag a szárazföldi Spanyolországra taxisztatja, ahogy ön is mondta, a Kanári-szigetekre érkező afrikaiakat, akik aztán dobbantónak használják Spanyolországot, Belgium és jellemzően Franciaország irányába, ahol szintén azt látjuk például Franciaország esetében, hogy közel 1 millió ember él papírok nélkül, bármiféle regisztráció nélkül az országban. Mennyire számít a magyar segítség, amiről itt a bevezetőben is beszéltem? Mindenképpen egy fontos diplomáciai értéke van ennek a segítségnek. Látjuk azt, hogy Magyarország és Franciaország között számos feszültség van, számos egyezés is van, például a mezőgazdaság terén, például a migrációval szembeni szigorítás terén. Fontos diplomáciai eszköz ez Magyarországnak, Franciaország irányába is, hogy mi ott segítjük az ő küldetésüket. Emellett ugyanakkor helyi szinten segítheti annak a vezetésnek a pozícióban maradását Csádban, akivel aztán az Európai Unió partnerként meg tud állapodni abban, hogy különböző támogatások, fejlesztési segélyek, vagy amit a Hungary Helps is tesz, egészségügyi támogatások annak fejébe próbálja meg visszatartani a migrációt, őrizze a területének az északi határait. Példaértékű a magyar segítségnyújtás, lesznek követői, hogy látja? Azt látjuk, hogy szándékok vannak, átfogó szándék azonban nincs. Tehát az egész Száhelövezet, és de ha itt Észak-Afrikáról beszélünk, kiterjesztetjük nyugodtan a fókuszt a tágabb Afrikának az északi felére is, azt látjuk, hogy tűzoltás zajlik Európa részéről. Tehát lángol az erdő, ahol éppen a legveszélyesebb, a legmagasabbra csapnak a lángokat, eloltják, de átfogó módon nincs kapacitása az erdőtűznek az eloldására. Azt látjuk most, hogy az európai országok mindig ott, ahol éppen a legforróbb a helyzet, próbálnak rendet tenni, próbálnak segítséget nyújtani, de a mostani Európának túlmutat a kapacitásain az, hogy megoldja általában ezeket a problémákat. Azt látjuk most, hogy a jelenlegi csádi vezetés az Európai Uniós országok részéről megkapja azt a támogatást, amit megkaphat. Ugyanakkor ez mindössze arra elég, hogy egy olyan segítsen fenntartani azt az erős rezsimet, ami ugyebár hatalomgyakorlási módozataiban nem felel meg az európai normáknak, de szükséges ahhoz, hogy távol tartsa a migránsok tömegeit Európától. Még akkor ezzel kapcsolatban tovább mennék, mert azért más az álláspont Európai Uniós globális brüsszeli bürokrácia szintjén és más tagállamok szintjén is. Van egy éles ellentét a tagállami segítségnyújtás és az akarat között, illetve a brüsszeli bürokraták között migráció tekintetében, ha csak Afrikát nézzük, akkor azt is. Abszolút. Természetesen ebben más álláspontot képviselnek különböző brüsszeli szervek. Tehát ahol választott politikusok vannak, például ami nem az Európai Parlament, hanem egyéb szervek, ott láthatóan pragmatikus alapon működhet az a döntéshozatal vagy a kompromisszum. Az Európai Parlamentben más a helyzet, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az előrejelzések szerint a soron következő Európa Parlamenti választásokban a mostani
43-ról 49%-ra emelheti, nőhet a támogatottsága, pontosabban a helyeinek a száma, az ICR-nak, az identitás nevű szervezet, nevű pártcsoportnak, illetve az Európai Néppártnak, amely azt jelenti, hogy több kisebb független párttal együtt, migrációkritikus párttal együtt már többséget alkothatnak az Európai Parlamenten belül. Tehát azt látjuk, hogy teljes áttörés nem várható, nem várható az, hogy megváltozzon az Európai Parlamentnek az álláspontja úgy amblok, de mégiscsak egyre erősebbek lesznek azok a hangok, amelyek egyébként a magyar kormányhoz hasonlóan kritikusan állnak a migrációhoz. Szájfomának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. És most kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról, hogy megkérdezzük tőle a legújabb híreket a háborúval kapcsolatban. Két közvéleménykutatás megjelent, ugye az egyik szerint Zaluzsny nagyon megverni az elnökválasztáson Zelenszkijt, a másik pedig az ukránok fele már most békét akar. Mit lehet tudni pontosan ezekről a közvéleménykutatásokról, illetve ugye maga a közvéleménykutató cég, aki csinálta, Gyuri, az mennyire lehet elfogadható objektív közvéleménykutató cégnek? Ez mindig egy kulcskérdés az ilyen közvéleménykutatások kapcsán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, ez így van, de egy kifejezetten Ukrajnában jegyzett közvéleménykutató társaság, a FOCIS nevezetű társaság készítette a felmérést. Tegnap hozták nyilvánosságra, és igazából a felmérés hitelességét senki nem is kritizálta, illetve tette szóvá, de mondhatni elfogadták az eredményeit. És hát az a tanulság ebből a felmérésből, hogy hát az ukránok egyre nagyobb hányadban gyakorlatilag belefáradtak ebbe a háborúba, és egyre többen akarnak békét. A háború kitörése óta ilyen nagy számban soha nem mondták azt, hogy elég ebből a háborúból, ebből a pusztításból is más megoldást, diplomáciai megoldást kell keresni a békekötés, a rendezés érdekében. A számok a következőképpen mutatnak. A megkérdezettek 36,1%-a mondta azt, hogy kompromisszumos megoldásra van szükség, békekötésre van szükség, amiben hát európai országok, partnerországok bevonása is lehetséges, hogy közvetítsenek Ukrajna és Oroszország között, de be kell fejezni a háborút. 8,2% hozzátette azt is, hogy akár most a frontvonal jelenlegi állása mellett azonnali tűzszünetre és békekötésre lenne szükség, hogy ne követeljen több áldozatot ez a háború. Ha ezt a két számot összetesszük, akkor ugye 44,3% jön ki, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem minden második megkérdezett a béke, a rendezés mellett érvelt. És közel hasonló arányban fejtették ki ugyanakkor azt a véleményüket is, hogy folytatni kell a háborút. Egész pontosan 33,5% azt mondta, hogy igenis a 91-es határok visszaállítására van szükség, és 11% fogalmazott úgy, hogy legalább a 2022-es határokat kellene visszaállítani, tehát azt az állapotot, amikor két évvel ezelőtt kitört a háború. Ebben ugye nincs benne a Krím és a Donbász, úgyhogy ha ezt a 11%-ot hozzátesszük az előbb már említett 44%-hoz, úgy már 55%-ban vannak olyanok, akik gyakorlatilag a békekötés érdekében a korábban elfoglalt Donbász és krími területekről hajlandóak lennének lemondani. A tendencia egyébként jól megfigyelhetően korábban tavaly ősszel volt egy hasonló felmérés, de a tendencia egyértelmű, folyamatosan nő azok száma, akik kompromisszumra, áldozatra, akár területi veszteségekre is hajlandóak a békekötés érdekében, és ezzel párhuzamosan értelemszerűen folyamatosan csökken azok száma, akik az államhatalom által megjelölt végső célig, tehát a Krím és a Donbász visszafoglalásáig folytatnák ezt a pusztító és egyre kegyetlenebb és egyre több ukrán ember életét követelő háborút. E felmérés mellett valóban volt egy másik is, ugyanez a társaság végezte, ez pedig a politikai népszerűségét firtatta Ukrajna jelenlegi vezetőinek, illetve azoknak a politikusoknak, akik szóba jöhetnek egy esetleges elnökválasztás kapcsán. Mint tudjuk, elviekben március utolsó vasárnapján Ukrajnában elnökválasztást kellett volna tartani. Ez egész biztosan elmaradt. Zelenszkij államfőnek ugye lejár májusban az 5 éves hivatal ideje. De ha mégis megtartanák a választást, akkor az a helyzet, hogy Valeri Zaluzsny, akit ugye nemrég február elején menesztett az államfő, a hadsereg főparancsnoka,
parancsnoki tisztségéből. Hát nagyon megverné Zelenszkijt. Első körben Zaluzsnyi 41%-ra számíthatna a biztos szavazók körében, Volodymyr Zelenszkij regnáló államfő 23,7%-ra. Ez azt jelenti, hogy ők ketten jutnának a második körbe, és ebben a második fordulóban pedig dupla annyi szavazatot kapna a hadsereg főparancsnoka, a felmérés szerint 67,5%-ot, míg Volodymyr Zelenszkij csupán a szavazatok 32,5%-ára számíthatna. Tehát azt látjuk, hogy a menesztés ellenére Volodymyr Zaluzsnyi népszerűsége folyamatosan nő. Egyébként ő a menesztése óta ugye sok kritikát kap az elnöki irodából, illetve a hadsereg főparancsnokától, Alekszandr Szirszkijtől is. Ő viszont ezekre nem reagál, nem szólal meg, és elemzők, újságírók szerint ebben az esetben ez a rejtélyes hallgatásba burkolózva, ez növeli is a politikai súlyát, és hát mindenki azt várja, hogy mikor jelenti be a politikai ambícióit, bejelenti egyáltalán, hiszen elemzők szerint amennyiben ő rábólint arra, hogy a későbbiekben részt kíván venni Ukrajna belpolitikai életébe és indulna az elnökválasztáson, akkor még inkább kilőhet a már most is nagyon magas támogatottsága, és hát értelemszerűen ezek a felmérések Volodymyr Zelenszkij államfőnek hát negatív üzeneteket hordoznak. Gyuri, köszönjük, hogy mindezt elmondtad. Van még azért bő másfél percünk, hogyha jól számoltam, ehhez mérten kérlek tisztelettel, hogy válaszolj, mert hogy a mozgósítás mellett az állandó szökések, határátlépési kísérletek, nyilván amelyek nem legálisak, ezek is rendszeressé váltak, és erről is vannak új információid. Igen, ugye azt tudjuk, hogy a mozgósítási törvényt még nem fogadták el, tárgyalja a parlament. Ennek ellenére most, hogy javult az idő, egyre többen erednek neki a zöld határnak, egész pontosan a határfolyóknak. Odessa megyében, a Dnyeszter folyón keresztül Moldova irányában próbáltak öten átkelni, a vízből kellett kimenekíteni őket. Itt Kárpátalján az elmúlt napokban egy sajnálatos tragédia is történt, Aknaszlatinánál a Tiszán próbált egy 2002-es születésű fiatalember átúszni Románia irányába, a román partra, viszont a Tiszában lelte a halálát, és a mentőknek, a határőrség embereinek már csak a férfi, a fiatalember holttestét sikerült kiemelni. Ő már a 21. ilyen áldozat, aki a Tiszában leli halálát menekülés közben, ugye a katonaság elől próbálnak ezek a hadköteles korú férfiak menekülni, és tegnapi hír, hogy szintén a Tiszánál 7 kárpátaljai illetőségű férfit állítottak elő. A határőrök megjelenésére többen is a vízbe vetették magukat, próbálták átúszni a Tiszát, őket onnan menekítették ki, valaki pedig a folyómenti területen próbált kereket oldani, őket is előállították, és a határőrségre vezették, de azt látjuk, hogy ahogy javul az idő, egyre többen az életüket kockáztatva mennek neki a Tiszának, és próbálnak valamelyik szomszédos országba jutni. Dunda György, köszönjük szépen ma is, holnap innen folytatjuk majd. Péter, neked is nagyon szépen köszönjük ma is a részvételt. Köszönöm, hogy itt láttam. És akkor nézzük a nap kérdését. A napkérdése ezúttal azzal kapcsolatos, amely belpolitikai ügy, a Sztritéken van nálunk is folyamatosan a híradóban. Ugye azt kérdezzük, hogy ön is kitüntetné László Imre DK-s újbudai polgármestert, mert hogy volt egy árnyék kormányinfó. Tegnap megkapta az ottani kancellária miniszter azt a kérdést a Hírtelevíziótól, Molnár Csaba, hogy lényegében hogyan, mi a véleménye arról, ami történt Óbudán, ugye, vagy Újbudán, bocsánat, a pedofil botránnyal, az óvodával kapcsolatban, és erre Molnár Csaba azt válaszolt, hogy szerinte ezt László Imre DK-s polgármester jól menedzselte, kitüntetésre érdemes lényegében. No, és ugye ezt kérdezzük akkor önöktől, hogy ön is kitüntetné László Imre DK-s újbudai polgármester, igennel vagy nemmel lehet szavazni, tehát ebben a kérdésben. Plusz 36 33 444 690, ez az SMS számunk, aztán van egy hírtelevíziós applikációt is lehet szavazni, hogy a weboldalunkon, a hirtv.hu weboldalon is, tehát ön is kitüntetné László Imre DK-s újbudai polgármestert, igennel vagy nemmel szavazzanak délutánig a Paláverig, eredmény hirdetés majd a Paláverben.